rendezvény Nagy Csaba tárogató művész Kuruc dallamaival kezdődött, Vai Ádám Kuruc generális egykori ősi fészkében, a Vai Várkastélyban és múzeális gyűjteményben. Második Rákóczi Ferenc udvari főkapitánya a fejedelmet követve emigrációban halt meg 1719-ben Lengyelországban. Hamvait éppen 110 évvel ezelőtt 1906-ban hozták haza, és temették újra a családi birtokon. 1906. november 15-e Vai Ádám hamvai újratemetésének az ünnepnapja gyakorlatilag. Ugye Vai a város ezt méltóképpen igyekszik megünnepelni, akár a kerekévfordulókat, akár évente, és tudományos konferencia sorozat keretében történik ez meg Vaján. Az évforduló kapcsán a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület és a Vai Ádám Múzeális Gyűjtemény által rendezett konferencia a magyar nemzeti emlékezet híres temetéseit és újratemetéseit idézi meg. Az előadók a téma keretein belül végig kalauzolják a hallgatóságot, az Árpádházi királyoktól a 20. század végéig, és arra keresik a választ, a temetés, a gyász és a temetési szertartások hogyan járultak hozzá a szemét övező kultuszhoz. Hallhatunk az árpádkori királyok, árpádkori szent királyok újratemetéséről, hallhatunk az elmúlt évek egyik legnagyobb tudományos szenzációjáról, Janus Pannonius holttestének megtalálásáról és újratemetéséről, hallhatunk Balassiról, hallhatunk Bártori Gáborról, hallhatunk Móricz Zsigmondról, Ady Endréről, és még olyanról is hallhatunk, akinek a temetése elmaradt, és pont ez az elmaradás jelenti a kultusz alapját, hallhatunk Petőfi Sándorról is. A szombatig tartó konferencián az ország legjelentősebb kutatócentrumai mellett a határon túli magyar műhelyek képviselői is részt vesznek.